egy Google Maps térkép alapján folyamatosan a gépjárművek szemmel vannak tartva. Amint elindul a gyújtást a gépjármű, mi azt érzékeljük, és meglátjuk, hogy mozognak a járművek. Lister Nikolett útellenőr azt mutatja, milyen programmal követik folyamatosan a 24 órás útügyelet munkatársai a munkagépek mozgását. Nem csak azt látják egyébként ilyenkor a számítógépen, hogy merre tart a jármű, hanem azt is, mit csinál éppen. Reggel 8 órakor rendelték el a sikosságmentesítés megkezdését a Városgondnokság útügyeletének munkatársai a város útjain, 7 jármű indult útnak. A sikosságmentesítést 3 ütemben végzik. 3 ütemben szoktuk a sikosságmentesítést végezni, attól függően, hogy milyen mennyiségű, milyen intenzitású havazás van. Ugye elsőbséget élveznek mindig a főbb közlekedési útvonalak, buszos útvonalak, munkahelyek megközelíthetősége, ezeket végezzük el először. A buszmegállókban is a Városgondnokság munkatársai végzik a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. Ez is egy abból a 377 buszmegállóból, melynek takarítását a Városgondnokság végzi. Na márt azonban tudni, hogy a társasházak környékének hóeltakarítási munkálatairól a társasháznak kell gondoskodnia. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Fejér megyei igazgatósága mintegy 1300 kilométernyi út fenntartásáról gondoskodik, mint azt Molnár István igazgató mondja, több mint 4800 tonna só van jelenleg raktáron a téli feladatok ellátásához. Egy olyan nap volt az idei télen, amikor esett a hó. Komolyabb fennakadást nem okozott egyébként az év első nagyobb havazása Székesfehérváron és környékén, azonban nem árt óvatosnak lenni, hiszen Fejér megyében gyakran alakulnak ki hóátfúvások. A megye úthálózatára jellemző a hóátfúvás jelensége, több mint 200 kilométeren tapasztalunk ilyen eseményt erős téli időjárási körülmények között. Jelen pillanatban ilyenről még nincs bejelentésünk, de a meteorológiai előjelzés azt mondja, hogy a délutáni esti órákban várhatóan a szél megélénkül, és ez azt fogja okozni, hogy kisebb hóátfúvások előfordulnak. Ugye itt Székesfehérvár környékén a legtipikusabb ilyen útszakasz a Székesfehérvár-Zámoly-Gánti út, Székesfehérvár és Zámoly között. Az előrejelzések szerint szerdán a nap első felében elsősorban az ország középső tájain, később már inkább csak keleten alakul ki helyenként hószálingózás, kisebb havazás.